Idén 6. alkalommal szervezték meg Tolnán a Fusz János Zeneiskolában a Giovanni Artisti mesterkurzust. A program során zongorán, fuvolán és gitáron képezhetik tovább magukat a tanulók neves oktatók segítségével. A Szegedi Tudományegyetem művészeti karáról jöttek, két zongoratanár művész kollega van itt, ők házaspár, dr. Zsigmondné dr. Papéva és dr. Zsigmond Zoltán. Ők tanítják a zongorát, velük indult igazából ez az egész kurzus, két évig voltak ketten. A harmadik évben társult hozzájuk Dárdai Sándor gitártanár, és a negyedik évtől már a fuvola is szépen helyet kapott itt ebbe a kurzusban, úgyhogy most már a hatodik éve itt szépen folyamatosan bővül a hangszerállomány. Meghirdetjük a Tolna megyében, a környező zeneiskolákban, és hogyha nem tudunk annyi jelentkezőt a saját zeneiskolánkból, a környező zeneiskolákból összegyűjteni, akkor természetesen jöhetnek máshonnan is a gyermekek. Annyira sikeres lett, hogy most már Pécsről is jött három konzis növendék, és a visszajáró gyerekek azok most is itt vannak minden évben. Második éve tartjuk augusztusban, ez kifejezetten pozitív, hisz úgy mondhatjuk azt, hogy előkészítő a tanévnek, kipihenten jönnek, készülni tudnak a művekkel, és frissek. És így könnyebben indul a tanév. Nekünk is jó, szakmailag is jó, meg a gyerekeknek is. Különböző módszertani technikákkal találkoznak, motiválják, inspirálják őket, illetve löket. Főleg, hogyha van egy olyan diák, aki esetleg B-tagozatos, felvételi előtt áll, akkor ez nekik egy nagy löket tud lenni. Sokat fejlődnek, nagyon sokat fejlődnek, és főleg az önbizalmuk, az egészséges önértékelés, tehát itt lehetne sorolni a pozitív hatásait, de igazából az élmény. Az élmény az, hogy más tanárok, más szemszögből tanítanak. Nekünk is nagyon jó, nagyon sokat tanulunk, mi tanárok is tőlük. Most én is a fuvolista kollégától összeírtam magamnak olyan hangszerkezelési technikákat, amiket én is tudok alkalmazni majd, úgyhogy itt mi is tanulunk. Máté Néhepp Andrea hozzátette, nagyon fontosnak tartja ezt a kurzust, ami mára az iskola egy kiemelten fontos hagyományává vált. Dr. Zsigmondné dr. Papéva, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának főiskolai docense már 6. éve oktatja a térség fejlődni vágyó fiatal zenészeit a Giovanni Artisti kurzus keretein belül. Nagyon nagy örömmel jövünk a férjemmel, a zongoristákat képviseljük. Népes társaság fogadott most minket, 17-en jelentek meg a környék zeneiskoláiból, de nem csak zeneiskolások vannak itt, hanem van három középiskolás is a Pécsi Művészeti Szakközépből. Többükkel már többször találkoztunk, tehát ez tulajdonképpen egy folyamatos munka, és hát ugye évről évre nyomon tudjuk követni a gyerekeknek a fejlődését, és a továbbtanulás felé tudjuk őket segíteni. Lassan a létszámunk az most már telített, mert hát reggel 8:30 indítunk, és általában 3-ig folyamatosan dolgozunk. Különböző korosztályok vannak, tehát úgy mondtam, a kezdő zeneiskolástól kezdve, aki még az ujját rakosgatja a billentyűn, ő tőlük egészen föl a középiskolai szintig egy nagyon széles skálája van a gyerekek eloszlásának, és minden a környező iskolákból, Bonyhádról, Paksról, Szekszárdról nagyon sokan vannak itt, úgyhogy nagyon lelkesek a környező iskolák kollégái is. Igen, és ide érkezik, és lezár, és többféle munkát is végzünk, mert vannak gyerekek, akik kézdarabokkal jönnek, és készre tanítás történik, tehát mondjuk, mint versenyfelkészítés, vagy éppen egy továbbtanulás előkészítése, és vannak alapozó munkák is, amikor új darabbal jelennek meg a gyerekek, és akkor pedig hát nyilván igyekszünk az alapoknak a lerakásában segíteni nekik. Egybefüggően meghallgatom a darabot, és zeneileg formálom, illetve, hogyha technikai segítségre van szükség, mert valahol esetleg ügyetlenség van, akkor ahhoz ötleteket, gyakorlatokat adok, és így dolgozunk együtt, és nagyon szépen haladnak.
Pap Éva azt mondja, az online oktatás nem volt a gyerekek hátrányára. Nagyon komoly munkát folytattak a tanárok a számítógép előtt és a zongorával, és a gyerekek önállóbbak lettek, jobban tudják a zenei és a hát a kottaképnek a leolvasása is könnyebben megy nekik, tehát voltak előnyei ennek az online tanításnak, mind a mellett, hogy zenei hang nélkül zenét tanítani, az egy elég nehéz és kihívás. A zongorista azt is hozzátette, hogy a 6 év alatt nem csak az iskolával alakult ki szoros kapcsolat, de a városban is otthonosan mozognak már. Hazajárunk, nagyon szeretjük az iskolát, csodálatos tanárokkal és a vezetésnek a odaadó gondoskodásával vagyunk ellátva, úgyhogy nagy örömmel jövünk, a szállásadónk is mindig ugyanaz, úgyhogy már tényleg szinte, mint aki hazajár, úgy jövünk vissza. Én úgy érzem, hogy egy olyan lendület van ebben az iskolában, és egy olyan fiatal tanári gárda van, akik abszolút lelkesen állnak a kurzus házigazdájaként hozzá ehhez a dologhoz, amit mi csinálunk, illetve hát a környező iskolákból a tanárok pedig különösen így még nyár végén is küldik a gyerekeket, és örömmel jönnek ők, és itt ülnek, nagyon hallgatják, jegyzetelnek, dolgozunk együtt közösen. A diákok pénteken egy házi koncert alkalmával mutatják be szüleiknek és tanáraiknak, hogy mit tanultak a hét folyamán.